Hát mi nem mondjátok meg magyarul, hogy né, valami mesét akart. Hát én azt értem te. Na. Hát mondok egy olyan görbe mesét, és ha fényes, én fellapcsontom az égbe, hálva udaragom. Volt egy tátikám, megfáradt a szakászári tunus, megálltott egy nagy marhát, és gondolta valamit igazít a dolgot. Ez a lépcső hátsó térje kolácsáról, csánkjáról, a nagy tehenne, reolépett, a forgát felhojtotta, és a kicsi likó bénezett. Hát aztán a tehénnek éppen elege volt a csodálkozásból, már akkora a bődű, s a szája nyitottlan, meg nem tehet. Föltátotta egy annyira a szája, azon át aztán az én tátikám egy olyan világot meglátott, én pedig. Meglátott valami nagy fényes palota, királyi népség úgy ünnepelt benne, mint aki az eszébe. S ha mi, a király egyetlen leánkájának, éppen a szeme fénye. Tizedik esztendeje, hogy az Isten fényes napját egy nagy kiáltás után megvan. Na muzsikus, amit van, húzd meg.
látjátok-e, így történt. Jött egy pokolbéli bolosz szép, jól esett, pokolbéli. Felkapta a király kisasszó, nép. S mikor meglátta, hogy az angyalok is szivaroznak. És Szent Péternek a bocskora es már igen vizes. Akkor gondolta, na, hát csak olyan hitvány eső lesz, mert ennek a sója fűszárazon el. Hát csak bobirka a csó. De aztán, hogy hol tette le? Majd én megmondom. De elébb másfél szivornyi, másfél pohárnyi szinetet, na, aztán kiáll egy annyi. Meg aztán egy kicsit a tehen, melyik bődül, mint ahogy az elején mondtam, egy kicsit megzsibbadott, és egy pillanatra száját bé, suppantott. Hogy a szájába mondanak, nincs amit. Hát aztán befejezem.